Régi ismerősként ért vissza a Sóstói stadion öltözőjébe Pető Tamás. A szakember játékosként focizott a Vidiben, majd edzőként és játékos megfigyelőként is dolgozott már Fehérváron. Persze azt ő is tudja, a vezetőedzői megbízás egészen más felelősséget jelent. Nyilván egy kicsit más, amikor az ember most úgy lép be, mint vezetőedzőként léptem be. Nagyon nagy felelősség van rajtam, de én nagyon szeretem a kihívásokat. Nem fogok megrettenni egy percig se, ez biztos. Azok az emberek, akiket kiválasztottam erre a munkára, ők se fognak, az 100%. Úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a klub sikeres legyen. Az első edzések a közös hang megtalálásának jegyében is teltek, hiszen azt Pető is tudja, a bizalmon és a játékosok megfelelő hozzáállásán sok múlik a jövőben. Stábját Gunter Zsolt és Polonkai Attila pályaedzőként, Hegedűs Ferenc kapusedzőként egészíti ki. Nagyon fontos lesz a játékosoknak a hozzáállása a stábhoz, a munkához. Mi hiszünk benne, hogy az elvégzett munkának meg lesz az eredménye. Ezt a nyilván ez egy picit más munka lesz, mint az előző évben, de ahogy az első edzésen láttam, és az első edzés után is mondtam, hogy nagyon jó volt a játékosok mentalitása. Én azt gondolom, hogy ha ez így fog menni tovább, akkor olyan nagyon nagy gondunk nem lesz, és szép eredményeket fogunk tudni elérni. Az eredmények mellett a klubvezetés egyértelmű elvárása, hogy a fiatal játékosok, akiknek szereplése után pénz jár a szövetségtől, megfelelő bizalmat kapjanak a szezonban. Pető szerint ez biztosan meg lesz. Ez nem áll tőlem távol, úgyhogy ez nekem ez semmiféle problémám nem lesz. Nagyon sok fiatal tehetséges játékos van. Ugye egy-ketten még vissza is jöttek a kölcsönjátékból is. Én úgy gondolom, hogy meg fogja kapni mindenki a lehetőséget, a bizalmat. Én nagyon remélem, hogy fognak tudni ezzel a játékosok élni, és hogy szépen fejlődnek, akkor nagyon szép szezont fognak befutni. A Fehérvár FC egyelőre itthon készül, hétvégén Bábolnál játszik edzőmeccset. A csapat júliusban szlovéniai edzőtáborba utazik.